Zsúfolt kormányülés. Fizetésemelésekről, nyugdíjakról és a gyermeknevelési segélyről is döntöttek a kormány mai ülésén. Új tantárgyak. Kötelező lesz ősztől az informatika és a társadalmi nevelés is az ötödikeseknek. Eddig csak opcionálisak voltak. Köszöntöm Önöket a híradóban! Növelte a belügyminisztériumi alkalmazottak fizetését a kormány, ugyanakkor a mai kormányülésen döntöttek a gyermeknevelési segély maximális szintjének meghatározásáról, illetve a speciális nyugdíjak korlátozásáról is. Jóvátétel a belügyminisztérium keretében dolgozó alkalmazottak fizetésének módosítása, fogalmazott Carmen Dan belügyminiszter, amikor előterjesztette a bérnövekedést tartalmazó rendelettervezetet. A kormány ezzel már is módosítja az alig egy hónapja érvénybe lépett egységes bértörvényt. Javasoljuk a belügyminisztérium keretében dolgozó rendőrök bruttó fizetésének 10%-os növelését tisztségtől függően. Ugyanakkor javasoljuk a védelmi, a közbiztonsági és nemzetbiztonsági intézményekben dolgozó civil alkalmazottak bruttó alapfizetésének 15%-os növelését. Ugyancsak a mai kormányülésen fogadták el a rokkantaknak járó segély növelését, és plafonálták a gyermekgondozási segély mértékét, arra az esetre is, ha esetleg a kérelmező jövedelme alapján ennél több járna. Ma elfogadjuk a rokkant személyeknek járó segély mértékének a növelését, ugyanakkor a gyermeknevelési segély legmagasabb mértékét 8500 lejben állapítjuk meg, mint amekkora maximálisan az Európai Unióban is, amekkora Németországban. A mai kormányülés módosította a speciális nyugdíjak kiszámításának módját. Ennek értelmében ezek nagyságát évente az infláció szintjéhez igazítják, és nem a szakterületen alkalmazott béremelés szintjével növelik. Továbbá a nettó nyugdíj nem haladhatja meg az ágazatban alkalmazott nettó átlagbér szintjét. Lángra kapott az erdő a Madarasi Hargitán. A katasztrófavédelmi felügyelőség azt közölte, mintegy 3 hektárnyi tuskó és csemete gyulladt ki, amelyhez délután riasztották a hatóságokat. A Székelyhon portál információi szerint az Izsók forrásaként ismert erdőrész gyúlt ki. A helyszínen a csíkszeredai egység 5 altisztje, valamint csíkmadarasi önkéntesek és erdészek próbálnak gátat vetni a tűz terjedésének. A tűzoltóknak csak kézi eszközök állnak rendelkezésre, mert a tűzoltóautókkal megközelíthetetlen terepen csaptak fel a lángok. Főként azt próbálják megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a környékbeli erdőre is. Online platformot hoz létre az RMDS keretében működő Országos Önkormányzati Tanács és a Szövetség parlamenti frakciói. Céljuk átláthatóbbá tenni az egy-egy törvény mentén megfogalmazandó módosító javaslatokat és megosztani egymás között a jó példákat. A kezdeményezésről az Országos Önkormányzati Tanács keretében egyeztettek, annak érdekében, hogy még hatékonyabban bevonják az önkormányzatokat a törvényalkotás folyamatába, egy olyan online platform létrehozását tervezik, amely könnyebbé és átláthatóbbá teszi az egy-egy törvény mentén megfogalmazódó módosító javaslatokat. A felület segítségével azt is szeretnék, hogy a jó gyakorlatokat elérhetőbbé tegyék, és ezáltal megkönnyítsék az önkormányzatok munkáját. Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető elmondta, sokkal áttekinthetőbbé teszik a döntéshozás folyamatát, az elvi vitához pedig bárki hozzászólhat. Ez részben nyitott, részben zárt rendszer. Nyitott mindenféle információ, ami azt gondolom a nyilvánosság előtt mindenki által használható, és zárt olyan szempontból, hogy egy-egy szakmai vitánál lesz egy szűrőrendszer, és csak azok fognak hozzáférni, akik ténylegesen komoly döntéshozók különböző kormányzati struktúrákban, azért, hogy garantáljuk azt, hogy tényleg szakmai viták legyenek, és nem meddő viták. Az internetes felület a kétnyelvűség gyakorlatát is elősegítheti. Az egyes dokumentumok szintén feltöltődnek erre a felületre, hogy a már lefordított dokumentum mintákat az önkormányzatok könnyedén felhasználhassák, megosztva egymás között az információt. Új tantárgyakat is tanulnak ősztől az 5. osztályosok. Kötelezővé teszik az informatika és IKT, vagyis információs és kommunikációs technológiai nevelés tantárgyat, és bevezetik a társadalmi nevelést.
Az ősztől bevezetett társadalmi nevelés tantárgy más és más tematikát jelent a különböző osztályosok számára. A ciklus kezdő ötödikesek a kritikus gondolkodás és gyermekjogvédelem tantárgyal kezdik, majd 2018-2019-ben az interkulturális neveléssel folytatják, hetedikben a demokratikus polgári, nyolcadikban pedig gazdasági pénzügyi neveléssel. Ez eddig is része volt az elemi oktatás, vagy az elemi osztályos keret tantervének, és ezt tovább folytatják a diákok az általános iskolában. Ötödik és hatodik osztályban eddig választható tantárgy volt, viszont hetedik és nyolcadik osztályban kötelező tantárgy volt. Annyiban változott a helyzet, hogy ötödikben és hatodikban is kötelezővé vált. Szintén kötelezővé válik az informatika tantárgy, erről már a 2011-es tanügyi törvény is rendelkezett, de a tantervbe csak most került be. Az oktatási államtitkár szerint ugyanakkor az új tantárgyak bevezetése nem jelenti azt, hogy növekszik a tananyag mennyiség is az ötödikeseknél. A többi tantárgyból ugyanis csökkentették a tananyagot. Elzárták a vízcsapokat, és zajlik a mesés fesztivál. Nézzük, hogy miről lesz még szó a híradóban. Vízhiány. A legnagyobb kánikulában zárta el a szolgáltató a vizet 31 Maros megyei településen. Szerintük túl sokat fogyasztanak a lakosok. Antold. Elkezdődött Kolozsváron Románia legnagyobb zenei fesztiválja. 320 ezer résztvevőt várnak a kincses városba. Tetőzik a kánikula, vörös és narancssárga riasztás van érvényben az országban. Ki a maga módján próbálja átvészelni a rendkívüli hőséget. Tombol a kánikula az országban, a hőmérők higanyszála 40 fok fölé emelkedik, több településen is figyelmeztetnek a meteorológusok. Az utcák csak nem üresek, aki pedig kimerészkedik a nagy hőségbe, főként a strandok, medencék vizét keresi. Az zuhanyzók vize csak nem megállás nélkül folyik, és legtöbben még így is a sátrak hűvösét választja. Kevesen napoznak. Sok vizet iszunk, 50-es faktorszámú leégés elleni krémmel, a medencében való úszkálással és hideg zuhannyal védekezünk a kánikula ellen. A kereskedelemben nem áll meg az élet, ennek az zöldséges boltnak a bejáratánál hűsítő víz fogadja a betérőket. A kánikula ellen ilyen öntöző berendezésekkel védekezünk, természetesen hideg víz, a vásárlókat is szívesen látjuk, és örülnek is ennek a megoldásnak. A buszmegállókban is az árnyékot keresik az utazók, egy közeli sátorban pedig a rohanmentő szolgálat önkéntesei ivóvizet is biztosítanak a betérőknek. Gyakran megszomjazunk, de itt ki vagyunk szolgálva, örvendünk ennek az ellátásnak. De ingyenes vérnyomásmérés is zajlik itt azoknak, akik úgy érzik, a hőség már szívritmus zavart idéz elő. A szakemberek szerint ilyen melegben meg kell tenni a kellő óvintézkedéseket. Főként az idősebbek fogyasszanak minél több folyadékot, de kerüljék a kávét és a szénsavas üdítőket. Akik autóval közlekednek, mielőtt útnak indulnának, várjanak körülbelül 20 percet, indítsák el a légkondicionáló berendezést, és semmiképp ne hagyják a gyerekeket a gépkocsiban. A kánikula a hétvégén is kitart, szombaton lesz a legmelegebb, helyenként akár 42 Celsius fokra is lehet számítani. Csapadékra leghamarabb hétfőn van kilátás. A legnagyobb kánikula idején marad víz nélkül több mint 30 település Maros megyében, a mezőségen. A vízszolgáltató azt mondja, túl sok vizet fogyasztanak a lakosok, amit a rendszer nem bír meg, ezért felváltva elzárják a csapokat. Elképesztő helyzet alakult ki a mezőségen. Bár tombol a kánikula, az Aquaserv regionális vízszolgáltató elzárta a vízvezetékek csapját. A vállalat gazdasági igazgatója híradónknak elmondta, a mezőségre vezető vízvezeték felújítás alatt áll. Ennek egy része a Szabadon levő víztároló le van kapcsolva a rendszerről. Takács Elek szerint a csúcsfogyasztást ilyen körülmények között nem lehet fedezni napközben, főként, hogy a mezőségiek a nagy hőség miatt a szokásosnál több vizet fogyasztanak háztartásaikban. Emiatt van az, hogy a vezeték végére, ami a Sármás város és környéke, már nem jut elegendő víz, vagy egyáltalán nem jut víz. És azért, hogy ők is vízhez jussanak, természetesen nem bőségbe csak, de valamelyest vízhez tudjanak jutni,
akkor az oda vezető vezeték mentén a közelebb, városhoz közelebbi falvakba szükséges megszorító intézkedéseket bevezetni. Azaz elzárják a csapokat, tette hozzá. Mezőcsávás településen csak nem megállt az élet. A nagy melegben sokan a házban maradtak. A szomszédok egymásnak panaszolják a vízhiányt. Egyesek arról is értesültek, hogy a vízszolgáltató azért zárta el a csapot, mert a vállalat szerint túl sok vizet fogyasztanak. Csak azt adtam, mit éppen szükséges, csak azt fogyasszuk. Annál többet nem fogyaszthatunk. Nem tudom, hogy mire felmondják azt, hogy igen sokat. Hát én például itt lakok, két köbméternél többet nem fogyasztok egy hónapban, hát az sok, egy családnak. Nagy Gyulán a csapot engedi, de egy csepp víz sem folyik. Azt mondja, számára érthetetlen, hogy a kánikulában maradt víz nélkül. Meleg van, és ilyenkor veszik el a vizet. Öntözni nem használjuk, mi én nem tudom, hogy mi van. Miért kellett ezt tenni? Hogyan tovább? Hát én nem tudom, hogyha tényleg napokig nem lesz víz, nem tudom, hogy mit csinálunk. Hordjuk kútból a vizet, de hát az se főzni nem jó, se mosakodni nem jó. A vízelzárási megszorító intézkedéseket egyébként augusztus 9-ig táblázták be. Felváltva egy-két napig elveszik a vizet összesen 31 mezőségi településen. Ismét pályázna a Dergyó-Szentmiklósi önkormányzat 29 tömbház teljes körű felújítására. Az előző hasonló próbálkozás nem járt sikerrel, akkor a szigorú feltételek miatt a 6 megyét felülelő központi régióban mindössze 2 ingatlan kapta meg a támogatást. Most enyhítettek a feltételrendszeren. Egyénileg beépített erkélyek, itt-ott kicserélt nyílászárók, így néznek ki jelenleg a Gyergyó-Szentmiklósi tömbházak. Ezen is változtatni kell, ha a lakók felújításra szeretnének pályázni a jobb hőszigetelés és energetikai hatékonyság érdekében. Éppen ez okozta a korábbi pályázat meghiúsulását is, hisz még az elbírálás előtt meg kellett volna szüntetni az egyénileg kivitelezett erkélybeépítéseket, ezt pedig nem minden lakó vállalta. Az új kiírás már lehetőséget ad arra, hogy az egységes tömbház kép a felújítás során alakuljon ki. Első lépésben a polgármesteri hivatal megbeszélésre hívja a lakotársulások képviselőit. A pályázatíró konzulensekkel közösen átveszük azokat a kérdéseket, amelyek még fennállnak. Reméljük, hogy ezt a nyár folyamán meg is tudjuk válaszolni, és rá tudunk arra készülni, hogy szeptemberben minél hamarabb letegyük a pályázatokat. Bár a végső határidő február, a sietséget az indokolja, hogy az önkormányzat az önrészt bele tudja foglalni a jövő évi költségvetésbe. A tömbházak teljes körű felújítására az Európai Uniós regionális fejlesztési alapjából lehet leívni pénzt. A felújítás költségeinek 60%-át állja az Unió, 15%-át az önkormányzat, 25% pedig a lakókat terheli. Elkezdődött az Untold, a Kincsesvárosban naponta több tízezreket vonzó elektronikus zenei fesztivál harmadik kiadása, amely egész hétvégén tart. A rendezvény jelentős bevételt hoz Kolozsvárnak, de egyben bosszúságot is okoz a lakosságnak, akik petícióban kérték a fesztivál településen kívülre helyezését. A polgármester viszont továbbra is a város szívében tartaná a népszerű megarendezvényt. Az Untold nyitónapján csütörtökön folyamatosan érkeztek a fesztiválozók a rendezvény területére a kolozsvári sétatérre. Az egyetlen bejárati rész előtt hosszú sorok kígyóztak, ahol a kartkötőket lehet átvenni. Ez idén a személyi azonosságival van összekapcsolva, ennek segítségével azt is ellenőrzik, hogy valóban a vásárló személy viseli-e a belépő karszalagot. Az elektronikus zenei fesztiválon több mint 200 hazai és külföldi előadó lép fel. A nagy színpadon fognak majd zenélni a fesztivál headlinerei, ezek a nemzetközi DJ és nem csak, hanem élő zenés együtteseknek a legjobbjai. Például először fog majd koncertezni Romániában Ellie Goulding, vagy Alan Walker, vagy ma délután az első napon Charlie XCX lépett például fel a nagy színpadra, de ezen kívül itt lesz a Hertz és a megszokott nagy DJ. DJ-ink is, mint például Dimitri Vegas, Hardwell, Martin Garrix, aki tavaly egy hatalmas partival várta a fesztiválozókat. A kánikulára való tekintettel a fesztivál területén idén minden ivókút működik, a színpadok előtt állóknak vizet osztanak, illetve az elsősegélypontoknál is lehet vizet igényelni. A harmadik alkalommal megszervezett kolozsvári fesztiválra az országból és külföldről egyaránt érkeznek a résztvevők. Megnyert, igen. Más fesztivál nem tetszett annyira, hogy még egyszer visszajöjjek. Bulizni. Szerintem mindenki emiatt jön. Bulizni és elfelejteni a szessziót azért. Arra számítok, hogy ezek a művész ilyen beállított színpadok és a rendezvény meghozzák azt az érzést, amivel engem megfogtak, amit a mágikus lények megidézhetnek.
tavalyi varázsló éve után idén a Sárkány kerítette hatalmába a nagy színpadot, amely előtt már első este több tízezren buliztak a nemzetközi DJ-k zenéire. De idén bővült kínálattal 10 színpaddal várják a szórakozni vágyokat és valamennyi kis színpad tematikus. A fesztivál része számos látványosság mellett első alkalommal egy világító óriáskerék is, ahonnan a környéket lehet belátni. Az Antold 4 napjára mintegy 320 000 látogatót várnak. Foci torna zajlik Csíkszeredában, sporthírekkel folytatjuk. Sikerült elkerülnie a legerősebb ellenfeleket a férfi kosárlabda Európa Kupa selejtezőiben a nagyváradi Csészémi csapatának a Münchenben elvégzett sorsolás eredményei szerint. Noha tavaly a Bajnokok Ligájában nagyon szépen szerepelt, a váradi csapatnak idén 2 selejtező kört is teljesítenie kell, hogy az Európa Kupa csoportkörében játszhasson. Elkerülte azonban a török, a lengyel és a német klubokat. Az első körben számára kisorsolt bolgár Balkán Botevgrád verhető ellenfélnek tűnik. Ha tovább jut, megint nem kell messzire utaznia, ugyanis a Falkó Szombathely lesz az ellenfele. A nagyszebeni CSU a cseh Pardubicével továbbjutás esetén a belga Spirúval játszik, míg a bukaresti Steaua a második selejtező körben kezd, ahová a svéd Borász Basket és egész körment párharc győztesét várja ellenfélként. 6 csapat részvételével nemzetközi U17-es labdarúgó torna zajlik Csíkszeredában. Az első alkalommal megszervezett Székelyföld OTP Bank kupán Erdélyt az FK Csíkszereda korosztályos csapata képviseli. Magyarországról a Puskás Akadémia és a Ferencváros, Horvátországból az Eszék, Kárpátaljáról a Munkás, Felvidékről pedig a Dunaszerdahely csapata vesz részt a nemzetközi U17-es tornán, amelynek házigazdája és résztvevője az FK Csíkszereda. A ifjúsági szinten most már nagyon komoly focit hoztunk a Székelyföldre, hoztunk Csíkszeredára, hiszen mindegyik ide megérkezett csapat utánpótlás válogatottakkal tele van tűzdelve, komoly együttesek. A torna elsődleges célja, hogy a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia is kapcsolódjon be a nemzetközi vérkeringésbe. Valamikor azért kezdtük el ezt az akadémiát létrehozni, mert az volt a célunk, hogy nemzetközi szintű munka folyjon itt. Kapcsolódjunk be a nemzetközi vérkeringésbe, azt gondolom ezt megtettük. Sikerült szakmai munkával is megtölteni a térséget, a régiót, és valóban most már hívnak minket nemzetközi tornára, de akkor fognak hívni, hogyha mi is nemzetközi tornát tudunk rendezni. Csíkszereda polgármestere örömét fejezte ki, hogy a csíkszeredai labdarúgás egy újabb mérföldkőhöz érkezett. A legfontosabb az az együvé tartozás vonatkozása, hogy Eszéktől Dunaszerdahelyig, Munkástól Csíkszeredáig a budapestieket, vagy éppen a Puskás akadémistáit beleértve egy kultúrához, futball és nem csak kultúrához tartozunk. Az első alkalommal megszervezett Székelyföld OTP Bank kupa csoportmérkőzései már szerda óta zajlanak, és szombaton már a helyosztókra, valamint a döntőre kerül sor. A mérkőzéseket a stadionban és a Márton Áron gimnázium mögötti műfüves pályán rendezik. A belépés ingyenes. Eddig tartott a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!